Köszöntelek, Jónás Nézsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. A NAR Klub tagsággal kapcsolatban szeretnék benneteket folyamatosan tájékoztatni a legújabb változtatásokról, illetve változásokról. A YouTube a rendszert felülvizsgálta, illetve rendszeresen vizsgálja, és ennek hatására a klubtagságnak a szintjein változtatva lett, hogy megfeleljen a YouTube követelményeknek. A korábbi 4 szint teljesen megszüntetésre került, és 3 új szintet engedélyezett a YouTube, hogy beállításra kerüljön, mivel ez még egyelőre egy próbaverzió, ami azt jelenti, hogy ha ennek jó a forgalma, jó a tagsági létszáma, illetve a kereslete, akkor ezt a 3 szintű tagságot fogja a YouTube véglegesre engedélyezni. Erről szeretnénk nektek egy kis tájékoztatót tartani. Hogyha megnyitjátok az oldalamat, a Tudatom Önismeret YouTube csatorna oldalát, akkor ott a kezdőlap sorába megtaláljátok a tagság részt, amit én itt egy kis sárga pöttyöcskével vagy jellel jelöltem, a vékony piros nyílvezet hozzá. Ha ehhez a tagság részre rákattintottok, akkor be fog jönni egy ilyen kis fogaskerékszerű jel, itt a vastag piros nyílnál, és hogyha erre is rákattintottok, akkor fog bejönni egy tájékoztató lap. A lapnak a tetején van az a tájékoztató rész, ami az összes tagsági szabályzatot leírja. Erre kattintsatok rá, és nézzétek meg, hogy a csatorna taggá válásnak milyen feltételei, illetve milyen szabályzata van. Ezt a YouTube határozza meg, nem én. Ott minden kérdésetekre ebbe a leírásba választ kaptok. Arra is, hogy hogy csatlakozhattok, hogy szüntetetitek meg a tagságot. Arról is tájékoztatást kaptok, hogy hogy lehet szintet váltani. Hogyha alacsonyabb szintről mentek magasabb szintre, akkor mit fog a YouTube csinálni, a pénzkülönbséget hogy fogja elszámolni. Hogyha egy magasabb szintről mentek vissza alsóbb szintre, akkor szintén leírja, hogy mi a teendő, illetve hogy a YouTube hogy fogja elszámolni a csatornatagsági díjakat. Nagyon szeretném, hogyha ezeket elolvasnátok, értelmeznétek, mert itt minden kérdésetekre nagyon korrekt válasz van. Én nem tudok ezeken a válaszokon, illetve ezeken a rendelkezéseken választani. Ez a YouTube-nak a rendelkezése, ezért ajánlom ezt a szíves figyelmetekbe, hogy tőlem is kérdezhettek, de itt minden nagyon korrektül le van írva. Ha ezen túl vagytok, hogy tájékozódtatok a csatornatagság feltételeiről, szintekről, szintváltásokról, akkor szeretném nektek bemutatni az új 3 szintet. Ha ez a 3 szint nektek is beválik, a YouTube-nak is beválik, akkor egy jó ideig ez a 3 szint fog maradni. Az első szint, ez a sárga nyíllal jelzett szint. Ez azt jelenti, hogy aki az első szintet a Videó 2 Klub szintre fizet be, ami körülbelül 800 forint havi díj, tehát egy hónapban 800 forint, az azt jelenti, hogy abban a hónapban 2 darab videót, itt láthatod is sárgával írva, hogy 2 darab videót nézhet meg. Ez a videó, ez nem egyéni választásos, hanem ez rögzített videók, tehát ezt nekem kell kijelölni, hogy melyik az a 2 videó, amit az első szintű tagok megnézhetnek. A második szinten, ami a Videó 3 Klub néven fut, az körülbelül olyan 3000 forint körül van, és ebbe a szintbe, a második szintbe meg lehet tekinteni az első szint 2 videóját, plusz a harmadik szint 3 videóját, így összesen ezen a második szinten 5 videót lehet megtekinteni. 5-öt. Tehát az első szinten 2-t, a második szinten 2 plusz 3-at, vagyis 5-öt. És hogyha a harmadik, magasabb szintű tagságot választjátok, akkor ez a rózsaszínnel jelölve, akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül 12 ezer forint havonta, és ebbe már, ha megnézitek, benne van az első szint 2 videója, a második szint 3 videója, plusz
az ehhez a szinthez tartozó 20 videó lesz feltöltve bele, tehát összesen a harmadik szinten 25 videót nézhettek meg. Ezt azért ajánlom a figyelmetekbe, hogy ezt egy kicsit tanulmányozzátok, ezt az ábrát, hogy lássátok, hogy a magasabb szint mindig megnézheti az alatta lévő szintek videóját, viszont a lentebb lévő szint nem tudja megnézni a felette lévő szintek videóját. Tehát amikor választottok szintet, akkor kalkuláljátok be azt is, hogy fentebb való szintű videókat nem fogtok tudni megnézni. Tehát, hogyha az egyes szintet választátok 2 videóra, jogosultok, ha a 2-es szintet, akkor 5 videóra, és hogyha a harmadik, legmagasabb szintet, akkor 25 videóra lesztek jogosultak megtekinteni egy hónapig, és utána dönthettek, hogy váltottok-e csatornatagságot, vagy nem, vagy esetleg menet közben váltottok-e. Ha valakinek alacsony szintű tagsági jelzése van, vagy alacsony szintű tagságot váltott, akkor az menet közben is válthat magasabb szintűre. Ez nagyon szépen le van írva a YouTube szabályzatba. Nézzétek meg, hogy mi ennek a folyamata. Tehát, hogyha te mondjuk a 2 videó után kíváncsi lennél a több másik 3-ra, akkor válthatod ezt a szintet is, de válthatod rögtön a harmadik szintet is, és a szabályzat szerint a 2 tagsági díj különbözetét kell kifizetni. Tehát, hogyha az egyik szint 3000 forintos szint, a másik 12000 forintos szintre váltol, akkor nem kell 12-t kifizetni a váltásnál, hanem a 3 plusz 9000 forint, és úgy fog kijönni a 12000 forint, tehát senkinek a pénze nem fog elveszni, illetve senkinek a tagsági díja nem lesz többszörösen levonva, illetve beszámolva. Tehát egy tagsági díjat be lehet számolni a magasabb szintű videók megtekintésébe is. Remélem, hogy ez így érthető volt. Nekem egy kicsit nehéz volt elmondani, mert már elég régen küszködök ezzel, hogy beállítsuk ezt a tagsági dolgokat. Tehát mondom, még mindig beta verzióban van, de körülbelül egy olyan 2-3 hetet ígért a YouTube, hogy az elemzések, statisztikák és egyéb dolgok alapján, ha ez így jó lesz nektek is, akkor ezt a 3 szintet fogja egyelőre engedélyezni, és ebbe a 3 szintbe lesznek megtekinthetők a videók. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, kérek, hogy jelezzetek, hogyha valamit nem értetek, és megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni, illetve most is azt mondom, hogy a tagsági szabályzatot nézzétek át, és abban minden nagyon szépen le van írva. Köszönöm, hogy itt voltál, szia, legyen szép napod!